Háromból három, háromszor vertük az Újpestet a bajnokságban. Sokan azt mondták, hogy ez egy tipikus egygólos mérkőzés. Hát az lett, miért lett az? Mert nem kaptál gólt? Hát igen, örülünk, hogy végre megint nem kaptunk gólt. De hát tudtuk, hogy ez egy ilyen meccs lesz, azért fontos meccset játszottunk mi is, az Újpest is hétközben a kupában. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy kicsit óvatos mérkőzés volt, azért látszott azt, hogy mindenki csak ott fáradt, úgyhogy ezért is lehet az, hogy egy gólos mérkőzés lett belőle. Örülünk, hogy mi rúgtuk a gólt, azt gondolom, hogy megérdemelten nyertünk, tettünk annyit a meccsen, hogy behúzzuk ezt a nagyon fontos három pontot. Itt a hátad mögött lévő kapunál volt egy nagy bravúrod, amikor lábbal védtél. Azért már az utolsó lelkettőség, hogy egy kapus hárítson, amikor már lábbal véd? Hát ez így jött igazából, jött egy belőtt labda, megelőzték a bal hátvédőnket, és egy lapos labda volt, kontra mozgásból kett lábbal védelm. Én azt gondolom, hogy ez tényleg egy nagy védés volt, mert nehéz oda visszaérni lábba. Úgyhogy örülök, hogy sikerült, és hogy így ezáltal megnyertek a mérkőzést. 4 pontra vagyunk a harmadik helytől. Lassan úgy tűnik, hogy már nem kell hátrafele nézegetnünk, mert a kiesés az már nem okozhat gondot. Ez könnyebbség? Persze, ez egy nagyon nagy könnyebbség. Én is azt gondolom, most kijelenteni, nem szeretek soha semmit így előre kijelenteni, de azt gondolom, hogy tényleg, ahogy néztük a tabellát, 9 pontra vagyunk, 3 mérkőzés van hátra, úgyhogy ez azért tényleg könnyebbség lesz. Most fogadjuk a mezőkövesdet, én azt gondolom, hogy felszabadultan kell végre játszanunk, tehát ez a nagy teher, ez le kell, hogy eserülünk, és reménykedem benne, hogy egy picit bátrabban fogunk tudni játszani, és úgyis eredményt fogunk tudni elérni, mert benne van a csapatban, úgyhogy csak reménykedni lehet. Azt tartja a mondás, hogy 3 a magyar igazság és 1 a ráadás. Ez a kupa döntőben lehet az Újpest ellen. Azért gondolom, erre is figyeltek már egy kicsit. Hát hogyne, persze, hát azért ez már benne van a fejekben, azért azt gondolom, hogy a klub életében is egy nagyon jeles dátum lesz, azért az első magyar kupa döntője lesz a klubnak is, de nekünk játékosoknak is egy nagyon nagy eredmény, egy nagyon nagy visszaigazolás az, hogy milyen munkát végeztünk az évben, hogy mennyire keményen oda tettük magunkat, mind az alapozásnál, mind a meccseken, úgyhogy nagyon örülünk, hogy ott lehetünk, és én azt gondolom, hogy ezt ki kell élvezni, de egy ugyanolyan figyelmezett játékkel, mint magunkat. Hasonló játékra számíthatunk, mint most, vagy azért egy kupa döntő az más lesz? Én azt gondolom, hogy lélektanilag mindenféleképpen más lesz, tehát szerintem a mi játékosunk az valószínűleg hasonló lesz, mert ebbe azért erősek vagyunk, én azt gondolom, most itt az utóbbi időben ez látszott, hogy ez jól áll úgymond a csapatnak, úgyhogy szerkezetileg én azt gondolom, hogy hasonló lesz a taktikánk, de lélektanilag mindenféleképpen más lesz, ebbe azt gondolom, hogy az Újpest egy kicsit előttünk van, hogy azért neki több meccse is van már a döntőben, de nem hiszem, hogy ez azért olyan nagy hátrányt fognak igényelni.